Jó estét kívánok, ez a Civis Értéktár, a Debrecen Televízió helyi értékekkel és nevezetességekkel foglalkozó magazin műsora. Rendhagyó körülmények között április 11-én ünnepeltük Debrecen városnapját. 1693-ban első Lipót császár ezen a napon adott szabad királyi városi rangot Debrecennek. A törvénybe iktatás feltételeként másfél évszázad után visszatért a kálvinista Rómába a római katolikus egyház. Debrecen környéke már az ókorban is lakott hely volt. A négy égtáját összekötő utak találkozásánál több falu összeolvadásából jött létre. A település neve először 13. századi forrásokban bukkan fel. A következő fontos dátum 1361, amikor Nagy Lajos király mezővárosi rangra emelte. Ennek nyomán fejlődésnek indult a gazdaság, a marha kereskedés, az állattenyésztés, a kézműipar és a város vásárközponti szerepe révén. Debrecen Magyarország legnagyobb és leggazdagabb városa lett. A nevét a debreceni családról kapta, amely fiúágon kihalt, így 1405-ben visszakerült királyi tulajdonba. Zsigmond Debrecen számára szabad királyi városi jogot adományozott, de hamarosan elajándékozta a települést. A 16. század derekától kizárólag protestáns lakosságúvá vált Debrecen. Kálvin János tanai ugyanis hamar gyökeret vertek itt. 1538-ban létrejött az ország iskolájaként emlegetett református kollégium. Az 1541-ben kezdődő török uralom és Magyarország három részre szakadása során Debrecen diplomáciai ügyességgel és bőkezű adományokkal mindvégig megőrizte önállóságát. A 17. század végén Antonio Caraffa olasz hadvezér kifosztotta a várost, aminek nyomán hanyatlásnak indult és egyre kevesebben lakták. A korábbi 3000 háztartás mintegy 400-ra csökkent. A helyzetre a szabad királyi városi rang jelenthetett megoldást, amit 1693. április 11-én adományozott Debrecennek az uralkodó első Lipót. A törvény beiktatás feltételeként másfél évszázad után visszatért a kálvinista Rómába a római katolikus egyház. Az országgyűlés azonban csak 1715-ben fogadta el a királyi kiváltságlevelet. Ennek köszönhetően az itt élők csak a királynak voltak alávetve, neki fizettek adót, szabadon végrendelkezhettek, és várfalat is építhettek. A téma továbbra is Debrecen szabad királyi várossá nyilvánítása. Köszöntöm a stúdióban Mazsó János történészt, a Debreceni Értéktár Bizottság elnökét. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a kívásunkat. Nos, hát elnök úr, idén sajnos nem úgy tudtuk megünnepelni a városnapját, mint ahogy szerettük volna, nyilván a vírushelyzet közrejátszott, viszont mindenképp nagyon fontos beszélni róla. Hát kezdjük talán onnan, hogy miért is volt fontos pont Debrecen történetében, hogy megszerezte a szabad királyi városi rangot. Egy pillanatra hagyj térjek vissza arra, hogy nem volt szokványos az ünneplése a városnapjának ebben az évben, hogy valójában ez is egyfajta hagyományőrzésnek is tekinthető, hiszen hosszú ideig nem is ünnepelték Debrecenben azt az időt, azt a napot, amit ma a városnapjának tekintünk, pontosan amiatt, hogy Debrecen Lipóttól kapott egy olyan fajta kiváltságlevelet, amely a szabad királyi városi rangra jogosította fel Debrecent. Hosszú időn keresztül nem volt ilyen nap, azért, mert ez egy hosszú folyamat volt, nagyon hosszú folyamat, és 1993-ban merült fel, hogy valamilyen módon kötni kellene egy meghatározott időhöz ezt a jelentős lépést, ami a város történetében, a város életében mérföldkőnek tekinthető. És valójában 1993 óta ünnepeljük rendszeresen a város napját, április 11-én, mégpedig visszautalva arra az időpontra, amikor 1693-ban Lipót ezt a bizonyos adománylevelet, a kiváltságlevelet adományozta a város képviselőinek Bécsben, akik egyébként, megint csak arra, hogy egy napról van ez szó, a városnapja, az valójában ugye egy hosszú időszakra, illetve bonyolult folyamatokra utal vissza,
és valójában a városnapja így egyfajta szimbolikus jelentőségű dátum, hiszen amikor megkapta a városi küldöttség ezt a bizonyos Lipót által aláírt kiváltságlevelet 1693-ban, akkor már több mint 10 hónapja tartózkodott Bécsben, és kilincselt különböző hivataloknál, végigjárt az akkori hivatali procedúrát, és végül is rendkívül eredményesen, mert az uralkodó keggyel fogadta a város kérését, hogy mindazokat a jogosítványokat kapja meg, amelyek lehetővé teszik Debrecennek, hogy élhessen a önrendelkezés, a földesúri alávetettség nélküli önrendelkezés jogával, azzal, hogy adót csak az uralkodónak fizessen, szabad végrendelkezést a polgárainak, és legkülönbözőbb olyan kiváltságokat, amelyek a város gazdasági életében, üzleti érdekeinek az érvényesítésében hatalmas fontossággal bírtak, és hát azt kell mondani, hogy az installálás, a 10 hónapos delegációs munka a császárvárosban rendkívül sikeres volt, mert majdnem minden egyes kívánsága teljesült a debrecenieknek, amit kértek az uralkodótól, és körülbelül 20 ezer forintot kellett fizetni érte. Természetesen megelőzően már nagyon sok áldozatot vállalt a város polgársága azért, hogy a jó indulatát a legkülönbözőbb szintű hivataloknak kiérdemelje. Így aztán ezt találta a város 1993-ban, hogy ha egy olyan napot akarunk, amelyben visszaemlékezünk erre a rendkívüli eseményre, amely a várost a legmagasabb rangra emelte a hazai településeknek a sorában, akkor április 11-ét ezt a bizonyos Lipót általi aláírását, a dokument, ennek a bizonyos adománylevélnek, kiváltságlevélnek tekintjük annak. De hát valóban hosszú folyamat volt ez, mert nem lehetett rögtön élni ezekkel a kiváltságokkal, hiszen a magyar jogrendszer duális jellegű volt az uralkodó mellett a nemesi önkormányzatnak a rendszere, ennek legmagasabb fórumaként pedig az országgyűlés volt az, amely jóvá kellett hagyja a különböző ilyen szintű adományokat, és ez bizony még legalább 23 évbe tellett, amíg eljutott a város oda, hogy a Magyar Országgyűlés is becikkelyezte, és 1715-ben a 105. törvénycikkben elismerte ennek az adományozásnak a jogosságát, és törvénycikkben biztosította a várost arról, hogy ezekkel a jogosítványokkal élhet, most már teljesen szabályosan. Persze megvárva azt, hogy a feltételként szabott események még bekövetkezzenek, a katolikusok beengedése a városba, illetve a ferences rendnek is a betelepülése, vagy újra betelepülése a városban. A település egészét tekintve mi volt ennek a legfőbb aspektusa? Tehát a város hogyan profitált ebből a legtöbbet, vagy mit profitált a legtöbbet ebből, hogy városi, szabadkirályvárosi rangra emelkedett? Gyakorlatilag, ahogy említettem, ez egy több évszázados folyamat volt, 1361 óta, amikor a Debrecen megkapta a mezővárosi rangot, folyamatosan a gazdasági súlyának a növekedésével, gyarapodásával párhuzamosan törekedett azoknak a kiváltságoknak, jogoknak a megszerzésére, amelyek lehetővé tették, segítették a további fejlődését.
Gyakorlatilag 1405-ben már egyszer Zsigmondtól a szabad királyi ranghoz hasonló jogosítványokat kapott, amely lehetővé tette, hogy földesúri fennhatóság ne érvényesüljön fölötte, hanem a polgárok szabadon választott testülete dönthessen saját ügyeiben. Ez azonban későbbi ajándékozások miatt, ami elsősorban az uralkodói kincstárnak a megszorulása miatt következett be, ez szépen erodálódott, és épp ezért volt fontos az, hogy jogilag egy olyan tisztázott helyzet alakuljon ki, ami a három része szakadt ország egyesítése után kialakuló új helyzetben a városnak lehetőséget ad arra, hogy reagáljon, jól reagáljon a gazdasági és a politikai kihívásokra. Ez volt a legnagyobb tétje ennek a szabadkirályi városi rang elnyerésének. És ezért volt lehetséges az, hogy egy olyan időszakban, amikor az ország nagyon sok részén, nagyon sok település hanyatló pályára került, Debrecen válsággal, a kihívásokkal küszködve ugyan, de át tudott alakulni, olyan módon tudott fejlődni, hogy a 19. század 30-as, 40-es éveiben Magyarországra is beköszöntő ipari modernizáció, az új típusú piaci viszonyoknak a kialakulása, az a várost nem érte teljesen váratlanul. Egy olyan, ahogy Szabó Magda nevezte, háromarcú város alakulhatott ki, amely egyszerre volt hagyományőrző, tradíciókat ápoló, egyszerre volt a jelenben élni tudó, élni a lehetőségekkel, üzleti és más lehetőségekkel, illetve hát felkészült arra is, hogy az ipari modernizáció kihívásaira jó válaszokat adjon. Ezért kerülhetett a 19. század végére Debrecen egy olyan fajta prosperáló állapotba, ami újra a leggazdagabb, legmódosabb városok közé és a leggyorsabban fejlődő városok közé sorolta. A 20. századot így ért el, és nem pedig egy teljes egészében hanyatló pályán, a múlton bekengő, de valójában siránkozó, usongó, de tehetetlen városként, nem így, hanem egyszerre a kihívásokra egészségesen reagálni tudó városként érhette el a 20. századot. Rohamosan fogy az időnk, elnök úr, de a hagyományok átmentése természetesen most a jelenben is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy beszéljünk a jövőbeni tervekről. Hát nyilván most azért így elég nehéz bármit is tervezni ebben a vírus helyzetben, de mi az, ami a Debreceni Értéktárbizottságnak a tervei között szerepel ezt az évet nézve? Igen. Valóban ez jó időszak, ahogyan a debreceni tradíciók sugallják. A válság időszakát mindig arra kell használni, hogy szembenézzünk a saját tevékenységünkkel, vegyük számba a lehetőségeinket, mi az, amivel élni tudtunk, mi az, amivel nem, és tervezzünk, próbáljunk olyan fajta programokat, olyan fejlesztéseket kialakítani, amelyek a következő időszakban sikeressé tesznek bennünket. Ezt a fajta debreceni hagyományt, amiről a korábban már beszéltünk, és amihez a szabadkirályi városi rangelnyerése is jól jött, ezt próbáltuk mi is úgy érvényesíteni, hogy a bizottság végig gondolta, milyen lehetőségei vannak a pandémia időszak alatt, mi az, amit el tud végezni, és mi az, amire fel tud készülni. Épp ezért mi elsősorban abban erősítettünk, hogy továbbra is számba vesszük azokat az értékeket, közösségi értékeket, teljesítményeket és egyéni teljesítményeket is, amelyek egész Debrecen értékeit, értékrendszerét meghatározhatják, és ezt a fajta hagyományos, a Hungarikum törvény által meghatározott munkát színvonalasabban szeretnénk folytatni,
nagyon sok ötletünk van, hogy hogyan tehetjük ezt. Ezen kívül nagyobb projekteken is gondolkodtunk, hiszen pontosan ugye a városi televízióval közösen kidolgozott adatbázis és honlapprogramot olyan módon kívánjuk folytatni, hogy a Nagyerdő zöld programját, elsősorban a Nagyerdő hetének a programját a 2021-ben is megrendezzük. Reményeink szerint véget ér addigra a járvány lehetővé teszi, hogy ezt teljes egészében, teljes kifejlésében megrendezhessük. Tavaly erre csak egy redukált programot tudtunk igazából futtatni. Azon kívül szeretnénk egy geoinformációs rendszerre alapozott virtuális Debrecent felépíteni. 1850-es évektől napjainkig legkülönböző időszakokban térképek, különböző adatok, adatbázisok alapján rekonstruáljuk Debrecennek a tér és társadalom szerkezetét, amely lehetőséget ad arra, hogy ebben a virtuális Debrecenben legkülönbözőbb hagyományelemeket, értékeket jelenítsünk meg. Egyik lehetőségként például szeretnénk Szabó Magda Debrecenét bemutatni egy ilyen civis GIS-sztori vagy GIS-sztori projekt keretében, és lehetővé tenni a világ minden pontjáról, elérjék azt a Debrecent például, amelyik Szabó Magda munkásságának valódi, illetve elképzelt debreceni pontjait, elemeit, a debreceniséget, Szabó Magda debrecenit adó elemeit megjeleníthessük a térben és időben, és ugyanígy készülünk Debrecen meghatározó épületeinek a történetével, hogyan alakult térben, időben, akár napjainkig, ha fent tudtak maradni, gazdaságtörténeti vonatkozásokat és településfejlesztési vonatkozásokat is integrálva ebbe a civis GIS-sztori rendszerbe. Hát akkor szeretettel várjuk majd a további stúdióbeszélgetésekre, és akkor majd mindig átbeszéljük, hogy éppen hol tartanak ezek a projektek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagy örömmel jöttem. Életének 91. évében elhunyt Csikai Gyula atomfizikus, a Debreceni Egyetem egykori rektora, professzor emeritusza, a nukleáris módszerek tudományos és gyakorlati alkalmazásának nemzetközileg elismert kutatója. Csikai Gyula 2014-ben lett Debrecen díszpolgára. Akkor a Debrecen Televízió kisfilmet készített róla. A következő percekben ezt láthatják. Dr. Csikai Gyula, fizikus, professzor emeritus, akadémikus. 1956-ban az MTA Atommagkutató Intézet tudományos munkatársa, később osztályvezetője, illetve tudományos igazgatóhelyettese lett. Fő kutatási területe az atommagfizika, a neutronfizika és a nukleáris módszerek tudományos és gyakorlati alkalmazásai. Tanítványai és kollégái szerint munkabírása legendás. Fáradhatatlan munkabírású volt fiatal korában is, és mind a mai napig. Ezt hallgatókorunkban is megtapasztalhattuk, amikor éjféltájban mentünk haza, és készültünk arra, hogy másnap reggelre kipihenjük magunkat, mert reggel 7-kor már kezdődött a kísérleti fizika előadás. Igen ám, de a VEM-téren a professzori ablak még mindig világos volt. Úgyhogy akkor megdöbbentünk, hogy lehet ennyit dolgozni. Nevéhez fűződik a neutrínó létezésének kötkamra felvételekkel történő kimutatása és bizonyítása. Az Európai Fizikai Társulat 2013. október 25-én a fizikai kutatások kiemelkedő jelentőségű tudománytörténeti színhelyévé nyilvánította az MTA Atomki főépületét,
ahol az intézményt megalapító dr. Szalai Sándor és doktorandusza dr. Csikai Gyula 1956 őszén elvégezte azon magfizikai kísérleteket, amelyekkel sikerült megerősíteni a neutrinók létezését, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a modern fizika megalapozásához. A legjobb fényképfelvételek már az egyetemes fizikatörténet részévé váltak. Eddig 113 kutató dolgozott vele, 1983-ban a Nobel-díjas Wigner Jenő, 1996-ban pedig Teller Ede is ellátogatott a nemzetközi hírű debreceni tudóshoz. Meg tudtam honosítani a neutron fizikát Debrecenben, és ez egy olyan kutatási irány volt 40 éven keresztül, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is jelentősen támogatott. Hát lényegében az egész világ szinte Debrecenbe jött. Nekem az volt különben a véleményem, hogy itthon kell kultúrát teremteni, és ide kell hozni a külföldeket, és ne én menjek világgá. Háborús hős, a magyar királyi hadsereg többszörös sí- és vívóbajnoka volt a Debrecenben született Száraz Alfréd. Sport és katonatiszti pályafutása egyaránt felfelé ívelt a II. Világháborúig, ahol hadifogságba esett. Onnan még kiszabadult, azonban szerepvállalása megpecsételte sorsát. Száraz Alfréd életműve ma már része a debreceni értéktár kulturális örökségének. 2020 márciusa óta táblaőrzi Száraz Alfréd emlékét a homokerti közösségi ház falán. Az egykori honvéd vívómestert ebben a városrészben anyakönyvezték. Ugyan Debrecen szülötte, iskoláit Rozsnyón, majd Egerben végezte. Katonai tanulmányait a kőszegi katonai reáliskolában kezdte el. Később a Ludovika Akadémiára került, ahol vívóként versenyzett, majd előbb hadnaggyá, aztán 3 év múlva főhadnaggyá avatták. Az 1930-as években sportpályafutása is dinamikusan fejlődött. Sport- és sítanári oklevelet szerzett a Magyar Királyi Toldi Miklós Sporttanár és Vívómesterképző Intézetben, ahol aztán tanított is. Ebben az időben a katonai szolgálata is fontos mérföldkövekhez ért. Határőrkerületi parancsnok helyettessé nevezték ki, az évtized végén pedig századossá lépett elő. A 40-es évek elején a Jutasi Kini Zsipál csapattisztképző iskolába vezényelték, ahol testnevelési vezetőként dolgozott. Időközben több hadtestek közötti versenyen is eredményesen szerepelt. A II. Világháborúban 1944 májusától hadműveleti területen teljesített szolgálatot, egyebek mellett Erdélyben és a Balaton környékén század, illetve zászlóalj parancsnokként. Később elismerésben részesítették a délvidék visszafoglalása során szerzett érdemeiért. A háború végén Németországban bolgár hadifogságba esett, ahonnan szovjet fogolytáborba vezetett az útja. Több mint 2 év után szabadult, a tényleges szolgálatból 1948-ban bocsátották el. A következő években nagyobb részt vívóedzőként tevékenykedett. 1952 végén a Székesfehérvári megyei bíróság háborús büntet vádjával életfogytiglani börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélte. Nem sokkal később a Magyar Népköztársaság legfelsőbb bírósága nem nyilvános tárgyaláson halálbüntetésre módosította a határozatot. Lefokozták, és 1953. február 11-én kivégezték. Egyes források szerint holttestét tömegsírba dobták, ennek helye ismeretlen. A honvéd vívómester és százados életműve a debreceni értéktár kulturális örökségének része. Ahogy az adatbázis írja, egész életét a szolgálat jellemezte, legyen az sport vagy katonatiszti pálya. Példaértékű sportpályafutása és a II. Világháborúban tanúsított hősies helytállása örök példa a debreceni tanulói ifjúság számára. Ez volt a Civis Értéktár. Új adással legközelebb 1 hónap múlva jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!